Orbán vagy a kerítés, a Fidesz szerint ez a választás tétje, közben a Jobbik is azt kéri, hogy fizessen az Unió a magyar kerítésért. Kritikus állapotban van az egyik sérült, aki tegnap előtt zuhant ki egy meghibásodott hidraulikus hintából. Hidrogénbomba kísérletet hajtott végre Észak-Korea, a robbanás akkora volt, hogy még Magyarországon is mérni lehetett. És az internetbe beszálló Feri és a mindig kicsit pityókás Janka néni rajongókkal ünnepeltek a Szomszédok sztárjai. Ez itt az ATV reggeli híradója, jó reggelt kívánok! A magyar gazdaság növekedése a második negyedévben alacsonyabb volt ugyan az első negyedévi emelkedésnél, de továbbra is meghaladta az uniós átlagot, jelentette a Gazdaságkutató Intézet. Tovább folytatódott a beruházások látványos bővülése, ezért a 2017-es GDP prognózisát 3,1%-kal, 3,5-ről 3,8%-ra emelte a GKI legfrissebb előrejelzésében. Az MT-hez eljutatott közleményben kiemelik, a folyamatok rövid távon kedvezőek, de továbbra is hiányoznak a távlatos megoldások. Eleve esélyesebb volt a portugál válogatott, de Priskin kiállítása miatt a 30. perctől, ráadásul már emberelőnyözés jutottak a vendégek, így cseppet sem meglepő, hogy Portugália 1-0-ra nyert a magyar labdarúgó válogatott ellen tegnap este. A továbbjutás nekünk már rég elúszott a világbajnoki selejtezőben, ha volt tét, akkor az csak a presztízs, ma meg az élmény maradt, hogy vendégünk volt Cristiano Ronaldo. A mérkőzés után Somos András tudósította az ATV-t. A közönség biztatása annak szólt, hogy a válogatott a kiállítás után remekül küzdött, talán az EB-n láttuk utoljára így a csapatot az eredményért dolgozni. Az is elmondható ugyanakkor, hogy a versenytársak ellen, a portugálok ellen és a svájciak ellen 0 pontos a mérleg, ezért tart a magyar csapat a selejtező csoport 3. helyén, és a továbbjutás reménye már rég elszállt. A híradót Somos András tudósította. Orbán vagy a kerítés lebontása, a Fidesz szerint ez a jövő évi választás igazi tétje. Közben a Jobbik elnöke nyílt levelet írt Jean-Claude Junckernek, amiben kéri, hogy az Európai Bizottság fizessen Magyarországnak a kerítését, de azzal a megszorítással, hogy az összeget a kormány csak rendőrök, katonák bérére, munkakörülményének javítására fordíthatja. Orbán vagy a kerítés lebontása, ez a választás igazi tétje. Hidvégi Balázs szerint választhatunk, vagy megvédjük az országot, vagy engedjük, hogy mindörökre megváltozzon. Az ATV.hu információja szerint egyébként Orbán Viktor nem tekinti lefutottnak a jövő évi választásokat. Tegnap Köcsén arról beszélt, hogy nincs lejátszva a 2018-as voksolás. A Fidesz kommunikációs igazgatója is kemény kampányidőszakra számít. Az utcai zavargásokat sem tartja kizártnak. Amikor Magyarországon polgári engedhetlenséget hirdetnek, vagy erről beszélnek, és belengetnek erőszakot, erre láttunk és hallottunk példákat az elmúlt hónapokban, akkor valami hasonlóra lehet számítani. Közben Vona Gábor nyílt levélben fejtette ki Jean-Claude Junckernek, jogosan kér pénzt az Orbán kormány a kerítésért. Azt is jelezte azonban, hogy az Unió joggal óvatos a pluszpénzek odaítélésekor. A kormány ugyanis a letelepedési kötvényeken keresztül akár bűnözőket is beengedhetett az Unió területére. Vona Gábor szerint Brüsszelnek azzal a kikötéssel kellene kifizetnie a pénzt, hogy az összeget a kormány kizárólag a határvédelemben résztvevő rendőrök és katonák bérére, munkakörülményeinek javítására fordíthassa. A miniszterelnök pár napja fordult Juncker elnökhöz annak érdekében, hogy az Unió fizessen a kerítésért. Szerinte ugyanis ezzel az ország nem csak saját magát, hanem Európát is védi. Az Unió már jelezte, kész megvizsgálni a kérdést. A jobbikos Volner János szerint az Uniónak fizetnie kellene. Ez egy közös európai ügy, az európai határ megvédése, ezért úgy gondoljuk, hogy Brüsszelnek ezt meg kell térítenie Magyarország részére. Az ilyen módon befolyó pénzt pedig a fegyveres rendvédelmi testületek tagjai között szeretnénk szétosztani. A Fidesz nem bízik a Jobbikban. Én azt gondolom, hogy a mostani akciójuk is nem más, mint egy opportunista nyilatkozat, de valójában, ha az ország védelme a kérdés, akkor Vona Gábor és a Jobbik megbízhatatlan szereplők. Nagyon szomorúnak tartom, hogy egy egészen konkrétan megfogalmazott jobbikos javaslatra a kormánynak semmilyen válasza nincs, csak a vádaskodás, csak a mocskolódás. Az LMP szerint nincs jogi alapja annak, hogy a kormány pénzt kér a kerítésért. Erre nem volt szerződés, nem volt megállapodás, tehát azt lehet kérni, hogy ezt fizessék ki, de
szerződéses alapja nincs ennek a igénynek. A szakszóvivő éppen a szolidaritást és a méltányosságot kérte számon Orbán Viktoron, azokat a fogalmakat, amelyeket maga a miniszterelnök használt az Európai Bizottságba küldött levelében. Magyarország töretlenül támogatja az olimpiai mozgalmat, és készen áll, sőt pályázni is fog további világszintű sportesemények megszervezésére. Erről Orbán Viktor beszélt, miután az Országházban fogadta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökét. A magyar miniszterelnök szerint Budapest nemzetközi sportvárossá vált, egy olyan helyé, amely a jövőben is örömmel áll a világ sportolóinak rendelkezésére. Öten megsérültek, amikor kiestek egy hintából Várpalotán szombaton este. Egyikük kritikus állapotban van. A 18 éves fiatal a járda szélére esett, több méternyi magasságból. Súlyos fejsérülései vannak. A gép üzemeltetője szerint minden engedélyük rendben van, a gépet pedig nemrég teljesen átvizsgálták. Tűzoltó daruról vizsgálják a szakértők a hintát, amely szombat este hibásodott meg. A másik oldalról jól látható, hogy a hinta egyik karja szabályosan letört, a hidraulika pedig kiszakadt a helyéből. Ezt a felvételt tavaly készítették az egyik fesztiválon ugyanarról a játékról. Egyszerre 80 ülhetnek fel, indulás után pedig 80 km-es sebességgel forog az óriási kar, két végén a székekkel. Az utasokra adott esetben testsúlyuk háromszorosa is nehezedhet, a szék pedig 33 méter magasra is felemelkedik. Szombat este éppen egy ilyen forgás közben következett be a baj. Az egyik nézelődő nem sokkal a baleset után érkezett a helyszínre. Amikor én kijöttem, akkor már nem volt pánik. Akkor már nem volt, hogy le volt nyugodva az emberek, le voltak nyugodva. Még akkor ment el három mentő, kik voltak benne, kiket vittek, hogyan nem tudom. Ennyit láttam. A mentők több kocsival indultak a helyszínen, a várpalotai mentők pedig már 4 percen belül meg is érkeztek. A helyszínen a rendezvény biztosító mentőszolgálat már megkezdte az ellátást, ezt folytatta az országos mentőszolgálat. Összesen egy életveszélyes sérültet láttunk el, illetve 4 könnyű sérültet. Egy könnyű sérültet a helyszínen láttunk el, 3 sérültet pedig a Veszprémi kórházba szállítottunk. Az életveszélyesen sérült 18 éves fiatalt később át kellett szállítani a győri kórházba, ahol még vasárnap hajnalban megműtötték, azóta is kómában van. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta a balesetet, de van, aki szerint volt előjele. Hát már recseget ropogott a hinta, nem tudom miért kiengedélyezte, vagy hol volt felülvizsgálva. De állítólag recseget ropogott már tegnap is a hinta. Persze, meg Szombathelyen valami jóska napokon már ott se volt. Stabil a hintájuk. A hintát 2 éve használja a tulajdonos, eddig nem volt vele probléma, nyár előtt pedig teljes műszaki felülvizsgálatot végeztek rajta. A gépüzemeltetője nem akart nyilatkozni, annyit azonban elárult, hogy ők is értetlenül állnak a baleset előtt. A gépet ugyanis júliusban állították üzembe, és ez volt a 4. alkalom, hogy használták. Azt mondták, hogy minden műszaki előírásnak megfelel, és minden tanúsítvánnyal rendelkeznek. Időközben az önkormányzat is vizsgálódott az ügyben. Megnéztük elsődlegesen azokat a megkötött szerződéseket, amelyeket a város cége a rendezvény kapcsán az üzemeltetővel megkötött. Ez alapján ezek a szerződések rendben vannak, illetve az üzemeltető minden szükséges engedéllyel rendelkezett. A következő napokban folytatják a vizsgálatot, hogy a szerződést kötő önkormányzati cég valóban kellő körültekintéssel járt el. Az önkormányzat emellett minden segítséget megad az érintett családoknak. Kivizsgáltatná az LMP a Nemzeti Bank New Yorki irodájának működését. A párt ugyanis bennfentes kereskedelemre gyanakszik. Feltaj László szakszóvivő azt mondta, ha valaki nem nyilvános információk alapján tesz pénzügyi piaci lépéseket, az bennfentes kereskedelmet folytat, ami büntetendő. A jegybank pedig egyebek mellett azzal indokolta az irodanyitást, hogy a Fed monetáris politikájáról akarnak első kézből információkat szerezni. Az LMP azt sem tartja kizártnak, hogy a Nemzeti Bank elnöke csak urizálni akar. Azt látjuk, hogy az az urizálás, közpénzszórás, amit Matolcsy György nagyon megszokott, és ugye az egész Nemzeti Bankot és a vagyonát, jövedelmeit mind sajátjának tekinti, az folyik tovább, egy saját kis uradalmat épít ki Matolcsy György, és ezek az irodák a gyanunk szerint egyébként igazából a hűséges emberek jutalmazására szolgálnak majd. Sikeres hidrogénbomba kísérletet hajtott végre Észak-Korea, állítja az ország hírügynöksége. A robbantást több ország is érzékelte, így Magyarországon is lehetett ezt érezni. Örömújongással fogadják a fenyeni lakosok a híradást, sikeres hidrogénbomba kísérletet hajtott végre az ország hadserege.
Épp most hallottuk a hírt a nukleáris robbanófej sikeres tesztjéről, amelyet az interkontinentális ballisztikus rakétákra szerelnek majd. Büszke vagyok és megtiszteltetés, hogy a nagy és tisztelt vezetőnk Kim Jong-un emberei közé tartozhatok. Lelkendezik ez az észak-koreai férfi. A kommunista diktatúra hatodik sikeres atomkísérletét hajtotta végre. A robbanás a föld alatt történt, és két földrengést is előidézett. Az állami hírügynökség azt állítja, hidrogénbombáról van szó, amely 10-szer erősebb, mint egy atombomba. Azt mondják, a fegyvert ballisztikus rakétáikra szerelnék. Észak-Korea utoljára tavaly szeptemberben hajtott végre ilyen kísérletet. Dél-koreai mérések szerint azonban a földrengés, amely most történt, 10-szer akkora volt, mint 2016-ban. A mesterséges földmozgás olyan erős volt, hogy azt még Magyarországon is észlelték. A földrengés.hu információi szerint magyar idő szerint hajnali 5:30 körül történt a robbanás. A világ vezetői azonnal elítélték a rezsimet, a dél-koreai elnök biztonsági találkozót hívott össze, a hadseregben pedig riadót rendeltek el. Az ország nemzetbiztonsági vezetője azt mondta, a lehető legszigorúbb büntetést kérik a rezsimre. Csalódott vagyok és fel vagyok háborodva. Észak-Korea abszurd taktikai hibát követel azzal, hogy folyamatosan provokál a rakéta kísérletekkel és a nukleáris tesztekkel. Ezek élezték ki a feszültséget a félszigeten és kockáztatják a világbékét. Ez csak jobban elszigeteli őket, mondta a dél-koreai elnök. A japán államfő arról beszélt, az ENSZ-nek nagyobb erőfeszítéseket kellene tennie azért, hogy megfékezzék Észak-Koreát. Donald Trump Twitterén ítélte el a rezsimet. Azt írta, ahogy korábban megmondtam, a békés párbeszéd nem fog működni, csak egy dologból értenek. A rezsim legnagyobb külföldi támogatója Peking, közleményükben azonban azt üzenték, fennyán hagyjon fel hibás cselekedeteivel, amelyekkel csak ront a helyzeten. Szakértők kiemelték, a teszt időpontja különösen érzékeny, mivel Kínában éppen most kezdődik a BRICS gazdasági találkozó, amelyen például Vladimir Putyin is részt vesz. Éles második világháborús brit bombát találtak Frankfurtban, 70 000 embert kellett kitelepíteni. A lakóházak mellett két kórházat is, és több idősek otthonát is ki kellett üríteni. Közben Koblenz városában szombaton hatástalanítottak egy szintén második világháborús bombát. Az ott kitelepített mintegy 20 000 ember ma már visszatérhet otthonába. Több ezer ember kitelepítését rendelték el Houstonban a Harvey hurrikán miatt. Miközben a város egyes részein már megkezdődtek a helyreállítási munkálatok, van, ahol még mindig tetőzik az árvíz. Közben Los Angelesben tűz pusztít, több 100 embert kellett evakuálni. Az ételosztásban segítkezik Donald Trump és felesége. Az elnöki házaspár szombaton látogatott Texasba és Louisianába, hogy megnézzék, mekkora pusztítást végzett a Harvey hurrikán. Átmeneti szállásokra látogattak el, ahol az árvizek áldozataival és a mentésben segítkező önkéntesekkel találkoztak. Donald Trump vasárnapot nemzeti imanappán nyilvánította a katasztrófa áldozatainak emlékére. Szeretnék gratulálni mindenkinek, aki olyan keményen dolgozott. Elképesztő 5-6 nap volt ez, de minden nagyon szépen és gyorsan halad, mondta az elnök. A térségben egyre többen térnek vissza otthonaikba. Szakértők szerint azonban az érintettek csupán 20%-ának lehet biztosítása, amely a viharkárokat fedezi. Van ebben valahol jó is, mindenkit összehoz, és olyankor veszi észre az ember, hogy a tárgyak, amelyekhez ragaszkodunk, igazából nem is fontosak. Az életedet csapásra meg tud változni, mondja ez a helyi férfi. Houston nyugati részén azonban még nincs vége a rémálomnak. A városvezetés 4500 olyan lakos evakuálását rendelte el, akik a figyelmeztetés ellenére is inkább otthon maradtak. Katasztrófa van kibontakozóban Los Angelesben is. Itt futótűz terjed napok óta. A város egyik legnagyobb autópályáját le kellett zárni, és mivel a környéken lévő lakóházakat is veszélyeztetik a lángok, több mint 700 ember telepítettek ki. A változó időjárás a legnagyobb ellenségünk. Ha nincs szél, akkor nem olyan nehéz eloltani a tüzet, de amikor folyamatosan megfordul a széljárás, mindig új kihívások vannak, mondja a tűzoltók vezetője. A város történelmének legnagyobb tüze 2000 hektáron ég, eloltásán több mint 500 tűzoltó dolgozik. Sikeresen és biztonságban ért vissza a földre a nemzetközi űrállomás 3 űrhajósa. Az állomás parancsnoka, Peggy Whitson, amerikai űrhajósnő 9,5 hónap után térhetett haza. Ő már 3. alkalommal volt a világűrben, összesen 665 napot töltött már az állomáson. Több szempontból is világelső, 2-szer is parancsnoka volt az állomásnak, és ő a világ legtapasztaltabb és legidősebb űrhajós nője. Whitson leszállása előtt azt mondta, ha visszatér, nagyon szeretne végre pizzát enni és vízöblítéses WC-t használni. Természetesen a férje is nagyon hiányzott neki.
A forró napok elmúltával az ősz érkeztével aktívabbá válnak a vadak is, ami leginkább az autósok számára lehet rossz hír. Ilyenkor megnő ugyanis a vadak elütésével kapcsolatos balesetek száma, melyeket elkerülni csak nagyon nehezen lehet. A szakemberek azt mondják, hogy csak az óvatosság segíthet, de valamikor már az sem. Mostantól nem árt, ha fokozottan figyelnek az erdei útszakaszokon autózók, ugyanis egyre több vaddal találkozhatnak. A szarvasbőgés idején a nagytestű állatok kevésbé óvatosak és gyakran tévednek az utakra, akár az éppen arra érkező autók elé. Az alai erdőkben rengeteg a vad. Az autósok szerint nagyon kell figyelni, leginkább az út szélét. Még állókocsinak is nekiugrik a vad, hogyha olyan helyzetbe kerül. Tehát ilyenkor ősszel főleg figyelni kell az utat. Az út szélén van valami jel, egy szemvillanás, vagy bármi más, mert nagyon nagy problémát tud okozni. Az oktatók azt is mondják, hogy ilyenkor nem csak a vadakra kell odafigyelni, hanem a csapadékos idő miatt a csúszós utakra is. A szakemberek szerint komolyan kell venni a vadveszélyt jelző táblákat. Hol kinn a tábla, tehát eddig nem igen figyeltük, hogy ott a tábla, hogy vadjárás, tehát most jobban legyünk figyelmesebbek, és tényleg jobban figyeljünk és lassítsuk, mert most ilyenkor a szarvasbőgésnél ugye az állatok ilyenkor megvadulnak és mennek. Nagyobb a járás az utakon keresztül. A vadászok is arra figyelmeztetnek, hogy akár tragédiához is vezethet egy találkozás egy szarvasbikával. A szarvassal való találkozás az végzetes lehet a gépjárművezetők vagy még utasok számára is. Tehát nagyon kell figyelni. Ebben az időszakban különösen jobban kell figyelni, nem csak ott, ahol a vadveszélyt jelző táblák vannak kitéve, mert a vad ez bárhol, bármikor megjelenhet. Ugye lehet tapasztalni, akár még az autópályára is bejutnak, pedig ott el van kerítve. A szakemberek szerint este a vadak szeme megcsillan a reflektor fényében. Ha ilyet lát valaki, azonnal lassítson, és azt a részt lassan közelítse meg. A vadak azonban nem csak este, hanem nappal is vándorolnak. Ha valaki észreveszi, hogy az útszélén áll egy vagy több állat, akkor különösen legyen óvatos, mert nem lehet előre tudni, hogy merre fognak elindulni. Már 15 éve nem tudják elérni a Lakihegyi Híradó utca lakói, hogy megtisztuljon a szomszédjukban egy idős ember szeméttel teljesen beborított udvara. A bácsi háza épp egy hete égett ki teljesen, mert felgyújtotta az egyik udvari aggregátor. A szomszédok szerint csak a szerencsének és a tűzoltóknak köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj. Mindenben van valami hasznos, nincs olyan szem. A szemét fogalma eleve nem tisztázott. Androvics László szerint mindaz, ami a telkét és a melléképületeit borítja, csupa hasznos holmi. 15 év szorgalmas gyűjtő munkájának eredményei a limlomnak látszó kacatok, fáról lógó porszívócsövek, vagy éppen a kert végében álló féltrabant. Laci bácsi ráadásul állítja, átlátja a káoszt, hiszen egyéb jövedelem hiány a szemétből él. Azt mondja, hogy kéne egy akármilyen alkatrész, akkor tudja, hogy itt ebbe akkor a kuplájba hova nyúljon? Lehet a könyv felmond, és megkeresem azt a 112-es dobozt, vagy amelyikben volt. Csak hogy a leltárkönyv is elégett épp egy hete, amikor kigyulladt és teljesen kiégett Laci bácsi háza. A tetőszerkezet teljes egészében oda lett, a ház lakhatatlanná vált. Volt hátul egy benzines aggregátor, az berobbant. És nem akkor... robbant, de volt egy benzines frakon. Jó, mindegy, van, hogy benzin berobbant. A tüzet a szomszédok vették észre, azt mondják, csak a szerencsének és a tűzoltók gyorsaságának köszönhető, hogy nem kapott lángra az egész udvar és a környező házak. Én nem gondoltam rá, hogy a ház az így tönkre fog menni, meg így le fog égni. Én nagyon sajnálom. Hát, mint embert, őt is, meg a házat is. Nyilván a szemetet nem sajnálom, ha eltűnik innen, örülni fogok neki, mert azért nem szép látvány, és ezt Laci is tudja. A szomszédok szerint Laci bácsi gyűjtő szenvedélye időzített bomba. A szeméthegy bármikor újra kigyulladhat, sőt, ez az akár fel is robbanhat. Skobricsék eddig számtalan levelet írtak a hatóságoknak, a szemét mégis maradt a szomszédban. Beszéltem a polgármesterrel, most ő külön kértem ilyen rendkívüli kihallgatásnál, hogy jelezzük, és ő azt mondta, hogy hétfőtől, mit tudom én, itt van egy ilyen hivatal, járási hivatal, azon keresztül próbál intézkedni. Az önkormányzat megtette a hivatali osztály azt, hogy felszólította őt, de láthatóan semmilyen eredménye nem volt. Most legutóbb meg arról tájékoztatott, hogy áttették az ügyet a kormányhivatalhoz, tehát egyik hatóság után jött a másik, de már évek teltek el, eredménye nem volt. Most egy 70 éves embertől kivárja, hogy megrakja itt a konténereket. Az önkormányzat egyelőre konténereket biztosított a szemét elszállítására, de segítséget nem. Így az utca lakói kalákában segítenek megtisztítani az udvart, már amennyire Laci bácsi hagyja, és nem csempészi vissza a konténerből a féltett kincseit.
Az utcában lakók szerint azt kéne elérni, hogy Laci bácsi ne folytassa a gyűjtögetést. De ahogy azt az önkormányzati képviselő is mondja, ha ez szenvedélybetegség, akkor büntetésekkel aligha lehet az idős emberre hatni. Már 18. éve vége a Szomszédok című ős realitynek, az emberek emlékezetéből azonban nem kopnak a lakótelep történetei. Nem is csoda, 12 évig mindennapjaink része volt a sorozat, melynek 30 éves jubileumát ünnepelték tegnap Gazdagréten, ahova egy közös faültetésre és tortázásra az egykori szereplők is ellátogattak. Az első rész próbaadását 1987. május 7-én tűzték műsorra. Azóta eltelt több mint 30 év, felnőtt egy generáció, megtörtént a rendszerváltás, és gyakorlatilag minden megváltozott körülöttünk, de a Szomszédok örök. Bár a forgatásoknak is már rég vége, emlékeinkben ők ma is ott élnek a gazdagréti lakótelepen. Volt olyan, hogy esti forgatásnál, hogy bevilágított a reflektor a szobánkba, és olyan volt, mintha nappal lenne. Az volt a kedvenc akkoriba. Gazdagrét méltóképpen emlékezett a sorozat jubileumára. Megelevenedett egy kicsit modernebb formában Gábor Gábor szalonja. János Erdész iskolájában pedig különböző növényeket kellett felismerni. Lehetőség van itt egy úgynevezett szomszédok víz kitöltésére, ahol például olyan kérdésekkel találkozhatunk, hogy milyen zenére szeret Etus dolgozni vagy takarítani. Én azt gondoltam, hogy ismerem a sorozatot, de bevallom, hogy erre mégsem tudnék válaszolni. A közönség mégsem a szórakoztató játékoknak örült a legjobban. A fő attrakció maguk a szomszédok voltak. Én 30 éve Janka vagyok. Ez az igazság, hogy én ebből nem nőttem ki, sőt, ha lehet mondani, az idő múlásával Jankább lettem. És ezt a közönségnek köszönhetem, mert én már rég elfelejtettem volna, bár egy kedves munka volt mindig, de az, hogy az emberek tudatában ez így él, és engem megszólítanak úton útfélen, olyan fiatalok, akik mindig elmondom, akik nem is éltek akkor, mikor ezt a filmet forgattuk, ez azt jelenti, hogy talán nekem is részem volt abból, hogy ez ilyen népszerű lett, és nagyon örülök neki. Csodálatos kollégák, felkészült stáb, odafigyelés, humor és tapintat. Pregicer Fruzsina így emlékszik a sorozatra. A hajléktalantól a művészig, meg az egész felsőbb régiókig keresztül ölelt az egész magyar társadalmat, és mindenkinek a külön-külön gondja, öröme, problémája megjelent. A Szomszédok 1999. december 30-án búcsúztak a nézőktől. Magyar rendőrök mentették meg egy bolgár férfi életét a magyar-román határon. A férfi szombat délután lett rosszul a Csanád-palotai határátkelőnél. A magyar rendőrök látták, hogy a férfi fuldoklik, a teste pedig rángatózik. Mire azonban légutait szabaddá tették, addigra már nem lélegzett. Így azonnal megkezdték a szívmasszást, melynek hatására a férfi keringése megindult és magához tért. Fél órán belül megérkezett a román mentőhelikopter, amelyen a férfit végül kórházba szállították. Eddig a már reggeli első híradó, most pedig kezdődik a Start, Kárász Róberttel és Krúg Emíliával. Jó reggelt, Robi! Milyen témákkal vártok minket a hét első napján? Jó reggelt kívánok, szia Tamás, remélem, hogy nem csak ez a napod lesz kellemes és szép, és a nézőinknek, hanem az egész hete. Igaz, hogy mondjuk annyira bízunk benne, legyen így. Igaz mondjuk, hogy az idő annyira nem tűnik barátságosnak, de most én azt mondom, hogy higgyünk az időjárás előrejelzésben, és higgyünk azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz idő után csak jó jöhet. Egyébként nagyon jó témáink lesznek, hogy milyen politikusok milyen témába érkeznek hozzánk, Vadai László, Szakács László az MSZP részéről, ezt el fogjuk mondani mindjárt Emíliával. De előre járóban annyit, ugye, hogy ma hivatalosan is ugye beült több százezer kisdiák ugye az iskolapadba, elkezdődik az oktatás, elkezdődött a tanítás, és ilyenkor mindig terítékre kerülnek a tankönyvek. Na most a tankönyvek közül megnézzük, hogy a történelem tankönyvekről mit mondanak, melyiket kellene megszüntetni, és melyikeknek kellene maradniuk az oktatásban. Ez lesz például az egyik témánk, de a részleteket majd elmondjuk néhány perccel később. Köszönjük szépen, Robi, teljesen együtt érzek a nézőkkel, az érintettekkel, én kisfiam is most kezdi az iskolát, úgyhogy érdeklődéssel nézem a Startban erről szóló beszélgetést, majd tegyék önök is ezt, és találkozunk a 7 órás híradóban. Addig is további szép reggelt és jó tévézést kívánok!